Számomra is nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ennyi régi kollégával találkozhattam, és egy kicsit fölidézzük a múltat. Én azt hiszem, hogy ami délelőtt, vagyis kora délután elhangzott, annak most a következményeit fogom bemutatni. Tudnélik, ez a internet történet Magyarországon azért így foglalám össze. Ez egy igazi sikertörténet, és ennek az elindítója az tényleg Sebestyén János és Vámos Tibor. Hogy hogyan történt, egy kicsit visszaemlékszünk rá. Én 74-ben kaptam a Tibortól azt a megtisztelő megbízást, hogy az Akadémiai Számítóközpontnak lettem a vezetője, és egy fél évre rá, meg Tiborral beszélgettünk, és akkor azt mondta nekem, hogy el kellene kezdeni a számítógép hálózati kutatásokat. Ez 74-ben volt, tehát őnekik azért volt egy víziójuk az életről. És akkor elkezdtük, Csaba László kollégát sikerült hozzánk átcsábítani, aki egy rutinos már hálózati modemek tervezésével Uzsoki Miklósnál dolgozott, és elindult ez a kutatás. Elkezdtük a nemzetközi tapogatózást is, nemzetközi kapcsolatokat, és 85-ben már a Tibor biztatott, hogy egy ilyen elosztott számítógép hálózat fele kezdjünk el gondolkodni, és kezdjük el ezt tervezni. És akkor 86-ban elindult egy információs infrastruktúra fejlesztési program, az MTA, az OMB és az OTKA közös irányításával, és ebbe a programba akkor 1100 millió forint volt. Ha valaki ezt mai számokra átszámítja, akkor az olyan 15 milliárd forint körül. Tehát az egy nagyon nagy összegű program volt, és sokan kételkedtek abban, hogy ez a program sikeres lehet. Nagyon sok támadás is ért minket közben, de volt egy olyan intézet, amit úgy hívtak, hogy MTA-ztak, és olyan kutatói voltak, hogy egy ilyen X25-ös csomagkapcsoló rendszert létre tudtak hozni. Akkor nagyon elhangzott, hogy egy teljes embargó volt a hálózati eszközökre, és mi nekünk egy dolog volt, egy interfész specifikációnk volt az X25-ről. De hogy hogyan működik, azt senki nem mondta meg, ezt ki kellett találni. És úgy kellett megcsinálni, hogy az megbízható legyen. Na most ez sikerült is, azért mondok, egy kicsit erről többet beszélek, mert amikor ez elkészült, akkor azért elgondolkoztunk azon, hogy egy sztaki az nem tud egy ilyet üzemeltetni, hát ez egy kutatóintézet. Tehát a postának kéne átadni, de nem akarták átvenni. Úgyhogy kb. Fél évig tartott, amíg sikerült meggyőzni a postát, hogy ezt az X25-ös csomagkapcsoló központot vegyék át. Végül átvették, és miután ugye ez hazai fejlesztés volt, így a nemzetközi X25-ös hálózatokba az X75-ös ajánlással be tudtunk kapcsolódni, tehát 89-re a világ X25-ös hálózatainak része lettünk, az egész világon a hálózatunkkal el tudtuk érni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy eredmény volt szerintem, és ha azt vesszük, akkor a szocialista blokkba, a NDK-sok saját megoldásokat, senki nem tudott hálózatot építeni rajtunk kívül. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy siker volt. És ezután, 90-ben, amikor megtörtént a rendszerváltás, nekünk már akkor nagyon jó hírnevünk volt, 90-ben meghívtak engem az Egyesült Államokba, egy 5000-es kongresszuson tartottam erről előadást, tehát nagyon nagy, abban az időben nagy érdeklődés volt az ország iránt, és utána 90-ben, amikor ugye megtörtént a rendszerváltás, rá akartunk kapcsolódni az internetre. Igen, ám, de az internet, az NSF backbone hálózat volt, és amikor nagyon gyanakvak voltak, nem engedtek rá. Egy évig tartott diplomáciai munkával, amíg végül is ezt kinyitották, és így rá tudtunk kapcsolódni az internetre. Itt már folyamatosan történtek az események, rájöttünk arra, bár az X25 fölött is lehetett internetezni, de az nem volt hatékony, ezért úgy döntöttük, hogy csinálunk egy IP gerinc hálózatot, amit Hubnak, Hungarian IP Backbone Network, ennek a rövidítése, és elindult egy folyamatos fejlődés. Az NIF az már ugye a Nemzeti Információs Infrastruktúra programot jelezi, és itt már nagyon nagy támogatottsága volt, az összes fontos minisztérium részt vett ebbe, és lényegében egy korszerű hálózati szolgáltatás jött létre, ebben nyugodtan mondhatjuk, hogy a régiónkban élenjárók voltunk, szerencsére ma is azok vagyunk.
És ha megnézzük, hogy 94 és 98 között milyen projektjeink voltak, akkor azért kicsit el kell gondolkozni, hogy milyen hamar eljutottunk az európai szinthez, hiszen a Hábonon kívül a TEN34, majd látni fogjuk, ez az európai gerinchál, kutatói gerinchálózat, és így sorba majd végig fogok menni, hogy mi mindent csináltunk abba az időszakba, ami előremutató volt. Egy 26 csomópontos hálózatot hoztunk létre, ami az európai gerinchálózathoz kapcsolódott. Akkor még nem volt internet sok helyen, így a főváros is, a kormányzat is erre a hálózatra épült, és egy decentralizált hálózatmenedzsmentet hoztunk létre, tehát regionális központokon keresztül irányítottuk ezt a hálózatot. Itt lehet látni, ez még egy sugaras topológiájú hálózat, ami létrejött, és az IBON, meg az Európanet, akkor még volt egy ilyen EBON is, amit ez egy üzleti célú hálózat volt, ahhoz is kapcsolódtunk. És akkor a World Wide Web is egy új dolog volt abban az időszakban, mi hoztuk be ezt a kultúrát. Nem ismerték még akkor, és akkor ezt a magyar honlapot megcsináltuk, oktattuk ezt a World Wide Webet, és minden jelentős intézetbe, amelyik a hálózathoz csatlakozott, ezt a World Wide Webet létrehoztuk. Ez egy nagyon komoly előrelépés volt. Hát a TEN34, ugye ez egy 34 megabites, ma már ez persze nevetséges, hogy 30, ez mi az, semmi, de abban az időben ez egy nagyon jelentős dolog volt, a MATA-val volt szoros együttműködésünk, és itt kell megemlítenem azt, hogy a üzleti internet szolgáltatást is a MATÁV-val közösen hoztuk létre. Körülbelül fél évig tartott szintén, amíg a MATÁV-ot sikerült meggyőznünk, hogy ezt az internet szolgáltatást érdemes lenne üzleti alapon csinálni, mert ők nem akarták. Mi meg nem akartuk az üzleti partnereket, mert akkor nem tudunk kapcsolódni a TEN34-hez, ugye, mert akkor az már non-profit környezet volt. Tehát sikerült így nagy nehezen a Straubereket, őt meg lehetett győzni, a munkatársait is, és végül is akkor átvették ezt, és a mi know-how-unkat átvették, adtunk embert hozzá, és akkor így elindították. És akkor már a TEN155-öt készítettük elő, és akkor volt egy ilyen magyar elektronikus könyvtár, ami mind a mai napig van, és ez nagyon jelentős dolog, hiszen szerzői joggal nem védett művekre a szomszédos országokban is elérhetővé váltak a magyar irodalom és a műszaki alkotások. És volt egy a könyvtáraknak egy közös elektronikus katalógus is. Ebben a 95-ös időszakban már 800 intézmény kapcsolódott a hálózathoz, és közel 200 ezeren csatlakoztak munkatársak, ennyi felhasználója volt, és az évi növekedési ráta akkor még 100% volt. Aztán jött a 98-200, 2000 év, itt már az expanzív növekedés helyett már inkább a minőség fele dolgoztunk, és volt egy nagyon jelentős dolog, akkor nagyon nagy különbség volt a főváros és a vidék között, ez a hálózat azonban teljesen ezt a különbséget megszüntette. A nagysebességi internet projekt, ez az Egyesült Államokban indult el, az Internet 2 projekt, és mi megpróbáltunk valami hasonlót ehhez csatlakozni, és csináltunk egy ilyen nagysebességű projektet, amely a MATÁV segítségével ATM hálózatra épült. És ezek közül csak néhányat felsorolok, az IPv6-os pilotprojekt, ami abban az időszakban azért elég előremutató volt, hiszen ez 95-ben jött az IPv6-os protokoll, mi rögtön elkezdtünk ezzel foglalkozni, és az NIF hálózatban az IPv6 alkalmazás az nagyon hamar el is indult. Aztán ugye másik ilyen dolog volt, hogy ilyen multimédia videokonferenciát csináltunk, digitális könyvtárt és virtuális egyetem. Tehát ezek voltak azok az alkalmazások, amelyek már egy nagyobb sebességű hálózaton létrejöhettek. És akkor még ugye volt ez a Soros Alapítványos virtuális kiállítás, telemedicina, tehát távdiagnózis, szintén ez is egy alkalmazás volt. 2000-ben volt egy új időszak, és azért mondom ilyen gyorsan, mert ugye kevés időm van. Mindenképpen ez a 2000 és 2005 közötti időszak, ez egy jelentős fejlődést hozott. Ennek közrejátszott az is, hogy a 2002-ben megalakult az Informatikai és Hírközlési Minisztérium,
Hát szerencsémre hozzám, én voltam ott helyettes államtitkár, és hozzám tartozott a program, úgyhogy igyekeztem ezt a programot onnan támogatni, és hát itt lehet látni ezt a számot, ezt a 2 milliárd forintot, ennyi támogatást tudtunk biztosítani a programnak, akkor ez egy nagyon jelentős fejlődést eredményezett. Szuperszámítógépet szereztek be, GRID projektet, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a 10 legfejlettebb kutatói hálózat közé került be ez a dolog. Aztán 2004 után ugye a szervezet az most már önálló lett, és a GKM majd később az IHM felügyeletét jelentette, bocsánat. Itt különböző projekteket csináltunk, például gigabites gerinchálózat. Abban az időben azért az egy jelentős dolog volt. A kutatói ADSL azt jelentette, hogy az egyéni kutatók is hozzáférhettek ehhez a kiváló hálózathoz, és videokonferencia is. Még nincs 15 percem. A gerinc hálózat akkor 2004-ben így nézett ki. Már lehet látni, hogy a huroknál kezdett, tehát hurkos volt, tehát hogyha valahol egy szakadás volt, akkor volt alternatív útvonal. És így nézett ki aztán decemberben, már 3 ilyen hurok volt, és a Giant hálózat az lett a TEN 34, TEN 155-nek az utóda, ami most már 34 országot kapcsolt össze, és az európai kutatási övezetnek egy nagyon fontos része volt. Kiszámoltuk azt, hogy körülbelül a magyar kutatók olyan 10 milliárd forint értékű projektben voltak érdekeltek, és enélkül a hálózat nélkül ezt egyáltalán nem tudták volna megvalósítani. Hát a Giant hálózatot az Európai Unió támogatta 93 millió euróval, és ez egy 50%-os intenzitást jelentett. Tehát a felét a nemzeti hálózatnak kellett fizetni, felét pedig az Európai Unió fizette. Itt lehet látni a Giant hálózatot. Magyarországon egy jelentős csomópont van, mert Dél-Kelet-Európa fele mi adjuk a hálózati összekötetést. Itt egy pár gondolatot leírtam a kutatóhálózatok jövőjéről. Itt az Egyesült Államok, el kell mondjam, elkövetett egy hibát, mert 95-ben megvonta a támogatást az NSF-nettől, és ettől ott visszaestek. Tehát tulajdonképpen az európai kutatóhálózat itt tudott előreugrani, és minden nap, mai napig egy vezető szerepe van. Tehát itt Egyesült Államok előtt áll a európai kutatóhálózat. Itt nyilvánvalóan az innovatív technológiák kipróbálása, a leading edge, ezek a speciális erőforrások, adatbázisok használata, ezt jelenti a kutatóhálózat. És ez úgy érzem, hogy nagyon lényeges dolog. Most az Európai Unióban ugye van egy új, nagyon fontos kutatási irány, ez a jövő internet, és ez a kutatóhálózati terep, a tesztrendszerek, ezek szempontjából a kutatóhálózatnak nagyon nagy jelentősége van. Az NIF program az változatlanul fut, és talán azt mondhatom, és ez egy nagyon pozitív dolog, hogy az elmúlt 25 évben bármilyen kormány volt, ez a program mindig tovább élt, ez egy politikamentes program volt, és maradt is, és ezért tudott ilyen szintre eljutni, mert hogy folyamatos evolúció volt. Itt lehet látni, hogy a 2007-2013-as fejlesztési terv ez így néz ki. El kell mondjam, hogy én folyamatosan kapcsolatban vagyok ezzel a programmal. Jelenleg a felhasználókat kömörítő Hungárnet Egyesületnek vagyok az ügyvezető elnöke, és ilyen módon a stratégiának a kialakításába is részt vettem. Ezt jól ismerem. Ezt most nem fogom részletezni, de az a lényeg, hogy most már egy optikai gerinc hálózatot kellett létre, vagy szerettünk volna létrehozni, és ez jelenti azt, hogy az európai élvonalba tudjunk maradni. Nyilvánvalóan az azonosítás és jogosultság kezelési infrastruktúra is fontos, ez egy egységes európai rendszer, ebben mi is részt veszünk, és tudjuk azonosítani, hogy kik azok, akik a hálózathoz hozzáférhetnek, és milyen erőforrásokhoz van jogosítványuk, ez azt jelenti. A másik dolog a szuperszámítástechnika.
Ma Magyarországon már egy olyan elosztott szuperszámítógép rendszer architektúra alakult ki, ahol négy, nem mondom vidékét, mert nem szeretik, konvergencia régióval lévő egyetem és az NIF együttesen hozott létre szuperszámítógépeket, és ez a computational science-nek egy nagyon lényeges eleme, amivel modellezni lehet az alapvető kutatási irányok, alapkutatásokat. Aztán ugye a videokonferencia környezet, és hát itt lehetett összefoglalni, hogy ez a 2007-13 ez mit jelent, és akkor itt most már a végére érek, azt lehet mondani, hogy mostanra elértük azt, hogy egy olyan fejlett infrastruktúra van, ahol 40 gigabit per szekundumos kapcsolatok vannak a nódok között, és ez 100 gigabit már tesztelés alatt van, tehát ez a legfejlettebb hálózat Európában, ennél fejlett, tehát mondjuk az első nem tudom hány, 6 hálózat között van ez a mostani, és azért ez manapság nem egy semmiség. Úgy gondolom, hogy itt 80 csatornás összekötetés van. A szuper számítás technika elejére jellemző, hogy 40 teraflop az összesített kapacitás, már egy perc alatt végzek, és lehet látni, hogy például a cloud szolgáltatás is beindult, ez a felhőszámítás technika, az hetes keretprogramban, számos programban részt vett ez a NIF program, és itt lehet látni, hogy ma hogy néz ki. Hát teljesen hurkolt hálózat van, lehet látni ott a bal felső sarokban, és itt, hogy milyen alkalmazások vannak, és hogyha nézzük a jövőt, akkor itt van egy olyan terv, ami az elkövetkező 6-7 évre határozza meg, és tanulmányok készültek. Biztonság, dinamikusan kiosztott hálózati kapacitások, cloud szolgáltatások, média alkalma, virtualizáció, adatáradat kezelés. Ez a következő időszak legnagyobb kihívása az adattömeg, és ezekben való adatbányászat, és azt gondolom, hogy ezeknek a folytatásaként ez a program a jövőben is ilyen sikeres lesz. Ennyi.